Az ABC meséje. Volt egyszer, hol nem volt. Ez a mese, kedves gyerekek, pontosan a mi iskolánkban történt meg két elsős kislányjal. Hogy? Nem tudjátok, hogy hol van az első osztály? Hát a második emeleten az igazgatóság fölött. Azt hiszem, hogy Emmát meg Ellát nagyon jól ismeritek. Az ikreket, akik középen ülnek a harmadik padban. De hát kéne ismerni őket. Egész áldott nap játszanak, ugró köteleznek, ugróiskolát rajzolnak a járdára. Persze azzal a krétával, amit titokban elcsennek az osztályból, és lám emiatt van, vagyis hogy emiatt nincs kréta a krétatartóban. Aztán fára másznak, megcibálják a kutyusok fülét. Egy szóval lehetetlenség ezeket a csintalan kislányokat észre nem venni. De végső soron, hogyha szeretnétek tudni, amúgy nagyon helyes kis teremtések. Habár ikrek, mégis különböznek. Emmának kékes zöld szeme és húsz szeplője, Ellának pedig zöldes kékes szeme és tizenkilenc szeplője van. Láthatjátok, hogy az igazság az, hogy nagyon különböztek egymástól azon a napon, amelyiken mindez történik, Emma-nak és Ellának sürgős elolvasni akad. Egy szó, amely egyszerű és nagyon ízletes. Tehát a tanítóbácsival együtt szépen elkezdik kibetűzni. All, all, mmm igen. All, all, la, la,

én, én a babáimmal szeretek játszani. Na jó, de hát az ABC-t is meg kell tanulni. És én, én meg a labdával szeretek játszani. Jó, de hát az ABC is fontos. De ezek a betűk nekünk nem kellenek, és semmire se jók, olyan unalmasak. És gőgösek. A tanító bácsinak nem volt mit tenni. Kénytelen volt kiengedni őket játszani egész nap hosszat. Amíg be nem esteledett. Miközben ugróköteleztek, egy dalocskát énekelgettek, amelyet saját maguk találtak ki, és valahogy így hangzott. Irka, firka, az irkában nem vagyunk az iskolában. Három póknak kilenc lába, úgysem megyünk iskolába. Mi csak játszunk boldogan, reggel este gondtalan. Minek nekünk iskola? Egyikünk se ostoba. Hú, de elfáradtam, és nézd, este lett, és á, álmos lettem. Én is álmos lettem. Ella és Emma most éppen mélyen alszanak, hisz a játszásban nagyon elfáradtak. De ők nem tudják, hogy betűk nélkül a világ veszélyben lenne. A betűk mindenütt ott vannak, nélkülük nem boldogulunk. Nem léteznének levelek, mert nem léteznének postacímek. A szilvalekvárt lecsónak néznénk, hogyha nem lennének a befőttes üvegek felcímkézve de még az is megeshetne, hogy nem tudnánk, hogy kik vagyunk, hisz a saját neveinket is szintén betűkkel írjuk le. Nem létezne pénz, mert a bankjegyeken szintén sok a betű, sőt, szinte azt mondhatnánk, hogy a pénzt valójában betűkből rakták össze. De mégis a legszomorúbb az lenne, hogyha nem lennének könyvek, sem filmek, sem számítógép, sem közlekedési jelek, semmi, semmi, semmi. A mi világunk Kedves gyerekek, betűkből épült fel. És az első, a legfontosabb hely, ahol ezek a betűk összetalálkoznak egymással, az az ABC-s könyv. Úgyhogy elképzelhetitek, kedveseim, hogy az ABC-s könyv betűi mennyire megsértődhettek, amikor mindezt meghallották. El is határozták tüstént, hogy megleckéztetik a két kislányt, és szépen, lassan, észrevétlenül be is lopakodtak az ikrek álmaiba. Emma és Ella, mivel hogy ikrek voltak, szóról szóra ugyanazt álmodták. Így hát, Emma is Ella a tóparton ébredtek fel, ahol egy borzasztó mogorva ember halászgatott, akit Morgó bácsinak hívtak, és lássatok csodát, a halak helyett csupa betűket fogott ki tóból a halászbottyával. Magasan az égen szintén betűkröbdöstek, az úton pedig az emberek és az állatok helyett is ugyancsak betűk jöttek-mentek felsalá, keresztül kasul, hosszában széltében, kedvük szerint kis és nagy betűk, dőltek vagy függőlegesek, kézzel írottak vagy nyomtatottak. Csak akkor mehettél el mellettük, hogyha nevükön nevezted őket. De Emma és Ella nem ismerték a betűket, így esélyük sem volt a haladás. Hát a tavon keresztül kell indulniuk, hogyha haza akarnak menni.

Nem tetszik, nem tetszik, eznek. halászunk, még no, hal 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 Csak hal, csak 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 megint hall, 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 van, kabás van, megint hall, van. Ez mm. az O betű. hall, betű. O, o, Orgona. Ostor betű. Ostor betű. Ostor betű. hall, <laughs> hall, <laughs> a na 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 N betű, a napocska betű. A néni betű. Cik nem, de cik néni, néni, no, 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 hop, hop, hop. De Emma és Ella nem is ferték fel Morcos bácsi utolsó betűjét, amely két jegyű volt, és még egy y is volt neki, és amely pont hiányzott a szó végéről. Mert nem mondható el, hogy a P, az O és az M betűk egy értelmes szót alkotnának. Így hát nem jutottak át a tavon, és nem mehettek haza. Ekkor megjelent a fejük fölött egy hatalmas madár, amely valamit tartott a csőrében. Ez egy vadliba! Igen, egy vadliba! Az, az, az egy vadliba! A vadliba éneke. Hap, 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 ha, ha. én vagyok a vadliba, hap, hap, ha, most megyünk a lakziba, hap, csörömben most viszem, hap hap, 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 láthatjátok azt hiszem, s ha ügyesen megfejtitek, akkor szépen elmehettek, hap, 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 hap. Hé, Ez azt jelenti, hogy te egy betűt rejteged. Igen, megvan. Egy betűt hoztál a csőrödben. A csókacska betűt. A betűt! A a kislányok nagyon gyorsan rájöttek arra, hogy a tyúkocska a T betűt jelentette. Gyorsan összeolvasták a morcos bácsi kihalászott betűt ezzel a tyúkocska betűvel, s hát abban a pillanatban egy hatalmas ugrott ki a tóból, és szólt a kislányoknak, hogy ugorjanak fel gyorsan a hátára, mert átviszi őket a tavon. A kislányok szépen elbúcsúztak morcos bácsitól, aki persze nem volt más, mint maga az embetű áruhába öltözve aztán elindultak. Amikor a túlsó partra értek, megpillantottak egy szép házat, amelynek ajtaján ez állt. Az álom kiárata, Emma és Ella számára. Ahhoz, hogy kiussatok, fel kell sorolnotok az összes betűt. Hogy, gondolták magukban a kislányok, mondjuk el kívülről, ó, nem fog sikerülni, keserettek el nyomban, de még annyi idejük sem volt, hogy bánatukban néhány könnyet ejtsenek, amikor a ház ablakaiból kiröppentek az ABC betűi és elkezdték vidáman fújni az ABC nótát. Az ABC három hat vezér, a D hasába minden belefér. Az E azt vezéli, hogy előre, az F az egy fél lábú, de bátor A G az minden gépet jól vezet, a H hallgat, mert fegyelmezett. la 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 és így, együtt énekelve a betűkkel, Emma és Ella könnyedén meglökték a házajtaját, és kiutottak az álomból. Visszakerültek a mi igazi világunkba, a kis ágyacskáikba, éppen akkor, amikor a csergőra berregni kezdett, mint ahogy azt minden reggel hétkor megtette. Nagy volt a tanító bácsi meglepetés, amikor megtudta, hogy Emma és Ella minden betűt ismernek, az ABC-t meg úgy fújják kívülről, mint a vízfolyás, és a szavakat pedig egy levegővétellel hibátlanul ki tudják olvasni. Alma! Ja, hát gratulálok, lányok! Látom, hogy minden betűvel sikerült összebarátkoznunk. Nos, nehéz volt. Nem. Hát persze, hogy nem. Egy kis erőfeszítéssel, no meg egy kis segítséggel sikerült nektek. Igen! Hát persze, hogy igen. A világ, kedves gyermekek, betűkből áll. Emma és Ella most már tudják, hogy a minket körülvevő világ betűkből áll. Olyanokból, amelyek nem gőgösek, nem unalmasak, hanem barátok. Hallgassátok csak! Az ABC három hadvezér, a D hasába minden belefér, az E azt vezéli, hogy előre, az F az egy fél lábú, de bátor a G az minden gépet jól vezet, a H hallgat, mert fegyelmezett. <laughs> la 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 <laughs> la la la